Miért kéne szülői értekezletre járni? Ezek hülyeségek, ezek az autoriter állam reflexei. Tűrhetetlenek, semmi közük a gyerekhez, a gyerek jólétéhez. Dilettáns emberek, embertelen elgondolásai. Milyen a nem együttműködő szülő? Tehát éppen ez az, hogy ez nem megragadható, ez egy gumifogalom. Ez olyan, mint a 30-as évek Moszkvájában a rendszer ellensége. Tehát a társbérletben élő úgy látta, hogy a másiknak sokkal nagyobb és jobb szobája van, és akkor bejelentette, hogy ő rendszer ellensége, elvitték a gulágra, és akkor megkapta a szobát. Tehát, hogy ezek a gumifogalmak, ezek rettenetesek, és egymás ellen uszítják az embereket. Kitűnő óvónők vannak, kitűnő vezető óvónők vannak, de vannak rosszak is. Tegyük fel, egy szülő azt mondja, hogy én nem hozom óvodába a gyerekemet. Nem, én ezt nem engedélyezem, mondja, nem engedélyezi, ez a biztos. Mert a szülő ellenáll, és azt mondja, nem, akkor sem hozom, vegye tudomásul. Abban a pillanatban ő már nem együttműködő, és tökéletesen igaza van a szülőnek. Tehát ez ilyenfajta intézkedések, az nagyon gyakran tapasztaljuk gyereket érintő intézkedésben, dilettáns és embertelen. Egyébként ugye evidens, hogy egy gyereknek mindenképpen a családjában a legjobb. De hát ez már egy közhely. Jó, extrém esetek, amikor a gyereket bántják, természetesen akkor meg kell védeni, meg kell menteni. De egyébként a gyereknek a családjában a helye. Egy ilyen szabály, egy olyan helyzetben, és ez vidéken különösen veszélyes, ahol az emberek közt különböző konfliktusok lehetségesek, és az államhatalom pedig egyre omnipotensebbnek akar mutatkozni, életveszélyes a gyerekekre és a családokra nézve. Szóval az úgynevezett létező szocializmusban úgy tartottuk számon, hogy az iskola és az óvoda is bizonyos értelemben, de az iskola főleg, az államnak a családba nyomakodó csápja. És ezt most újra megismételni, és félelmet kelteni, az iskolát, mint fölé rendelt hatóságot tekinteni, és az óvodát, súlyos hiba, és ugyanígy a védőnőt, vagy bárki más. Ezt meg lehet oldani szakszerűen, tehát sokkal jobban felkészítem a védőnőt, a gyerekorvost, az óvónőt, a tanítót, arra, hogy milyen jeleket láthat. Milyen jeleket láthat például egy tanító, láthatja azt, hogy a gyerek visszahúzódó lesz és elcsöndesül. Na, például az abuzált gyerek visszahúzódóvá válik és válhat. Ezt kell észrevenni. Tehát újra mondom, finom hangolás, és az együttműködés kimunkálása ezek között, az emberek között, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Nem a családokat kell abajgatni, hanem szakszerűen fel kell készülni, és fel kell készíteni erre a feladatra.